2022-ben a részvételi program egy tartalmas és sikeres évet zárt. Tavaly első vidéki nagyvárosként először Miskolcon dönthetek a városlakók arról, hogy mire fordítsák a városi költségvetés részvételi programra elkülönített részét. Ez idén is így lesz, jelentette be Miskolc polgármestere és alpolgármestere. Az ötleteket mától várják a tervezzükmiskolcot.hu oldalon. Idén is a városlakók dönthetnek Miskolc költségvetésének egy részéről, hangzott el a Városházán. A részvételi program a tavalyi sikeres év után 2023-ban is folytatódik. A részletekről Veres Pál Miskolc polgármestere és Varga Andrea alpolgármester számolt be. A miskolci közösségek, a miskolci lakosok, polgárok számára egy olyan lehetőséget nyitunk meg azzal, hogy aktív állampolgárokhoz méltóan segítsék az önkormányzat munkáját. Ezúttal a folyamatok részeként még jobban megérthetik azt is, hogy hogyan működik a polgármesteri hivatal is, hiszen az is nagyon fontos dolog, hogy lássák, hogy bizonyos elképzelések és folyamatok hogyan valósulhatnak meg az államigazgatásban. 2022-ben 15 millió forintot különített el Miskolc az éves költségvetésből arra, hogy annak elköltéséről a miskolciak döntsenek. Varga Andrea elmondta, az összeg idén is ugyanakkora lesz, a pályázat folyamata is hasonló, azonban a korábbi év tapasztalatai alapján némi módosítást is végrehajtottak. Változás azonban az, hogy már nem csak 5 millió forint erejéig lehet benyújtani ezeket a javaslatokat, hanem az idei évtől kezdődően a részvételi költségvetés teljes összegét, tehát azt a 15 millió forintot be lehet osztani, akár úgy, hogy egyetlen egy ötlet költsége lesz a 15 millió forint. Az ötleteket már várják a tervezzükmiskolcot.hu oldalon egészen augusztus 31-éig. A korábbi három kategória is megmarad, tehát zöldülő Miskolc, támogató Miskolc és közös tereink témában lehet továbbra is az ötleteket benyújtani.